A Kína és Magyarország közötti kereskedelmi akadályok lebontásáért lobbizik a jövőben az újonnan megalakult kínai-magyar üzleti tanács. A szervezet adatbázist készít a hazai vállalkozásokról, és segít abban, hogy a cégek megtalálják megfelelő partnereiket Kínában. A tervek szerint a testület évente kétszerül majd össze. A kínai-magyar üzleti tanács élére magyar oldalról Csányi Sándort, az OTP vezérét választották, kínai részről pedig az a Chen Feng lesz a társelnöke, aki a Hainan Airlines csoportot vezeti, és régóta érdeklődik a malév iránt. A Hainan és a malév között tavaly szakadtak meg a tárgyalások, Csányi Sándor azt reméli, ezek most újraindulnak. Nagyon hasznos lenne, hogyha újra kezdődhetnének a tárgyalások, hiszen a légi közlekedés az egy nagyon fontos kapocs lehetne a két ország között, és én látok erre még esélyt. A malévnak azért is jönne jól a kínai segítség, mert a korábban állami támogatásként kapott nagyjából 100 milliárd forintot vissza kell fizetnie az uniónak. A tulajdonos magyar állam is számol külső befektetővel, a távirati iroda úgy tudja, a holnapi kormányülésen téma lesz a malév. Komplett infrastruktúrája rendelkezésre. A légi kapcsolatok kialakításán túl Csányi Sándor szerint leginkább a mezőgazdaság, az energia és az élelmiszeripar területén működhetnek együtt a kínai és a magyar üzletemberek. Ehhez viszont Csányi szerint le kellene bontani a két állam közötti kereskedelmi akadályokat. A Kínában piacot szerző magyar cégeknek pedig jogi és pénzügyi segítséget kell adni. Arra gondoltam, hogy az OTP-nek Kínába és mint más országban is vannak megfelelő nemzetközi kapcsolatai, és remélem, hogy tudunk egy olyan partnert találni, akihez megnyugtató módon, aki országos lefedettséggel rendelkezik, és hajlandó kiszolgálni a magyar ügyfeleket. A Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete arról beszélt, hogy tavaly 6,9%-kal nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom, ez pénzben kifejezve 9,2 milliárd dollár. Cao Chien szerint a magyar befektetőknek nem Pekingben vagy Sanghajban, hanem inkább a szegényebb régiókban vannak üzleti lehetőségei.